Előfordulhat, hogy a tanár egy közös szerkesztésű dokumentumot ad ki feladatnak. Közös szerkesztés alatt azt értjük, hogy egy dokumentum van, és abban az egy dokumentumban dolgozik az összes tanuló vagy egy tanulócsoport. Tehát két-három tanuló is lehet, de akár egy egész osztály. Az ilyen közösen szerkesztett dokumentumok esetén, hogyha valamit beleírunk, akkor azt az összes többiek is látják. Tehát például, hogyha egy ilyen közös szerkesztésű dokumentumot kapunk feladatnak, megnyitjuk, akkor bele tudunk írni bármit. Itt a feladat az, hogy írd le a neved, és hogy mit ettél ma reggelire. Hát például, hogy akkor beleírom, hogy az én nevem az, hogy Próba János, és kalácsot ettem, mondjuk tejjel. És ez akkor ide elhelyezkedett. Amire érdemes figyelni, hogy előfordulhat, hogy más is szerkeszti ezt a dokumentumot. Azt, hogyha mások is szerkesztik, az onnan látszik, hogy megjelenik egy kurzor, és látszik mellette a neve. Tehát itt van, például most Próba Péter is beszállt ennek a dokumentumnak a szerkesztésébe. Nézzük meg, hogy mi van akkor, hogyha ketten együtt dolgoznak egy bizonyos munkán, hogy akkor ez hogy fog kinézni. Tehát itt van az egyik oldalon az egyik tanulónak a képe, a másik tanulónak pedig itt. Ha most a János beleír valamit, hogy finom volt, akkor az Péternél is látszik. Hogyha Péter beleír valamit, kiflit ettem vajjal, akkor az viszont Jánosnál is látszik. A közös szerkesztésnek az a lényege, hogy bárki bele tud írni, és bárki törölni is tud valamit. Tehát, hogyha János kitörli Péternek a szövegét, azt meg tudja tenni. De azért figyeljünk erre nagyon, mert a tanár látja a módosításokat. Tehát, ha bárki bármit beleír, az akkor is látszani fog, hogyha utána azt az illető kitörli. És az is látszani fog, hogyha valaki kitörli egy másiknak a munkáját. Tehát mindennek megmarad a nyoma. Jó munkát kívánok!